Ijesztő látvány. Demecserben március végén mintegy 30 hektárnyi szabad terület égett le, emellett két épület is a lángok martalékává lett. A tűzoltókat idén országosan összesen 7560 alkalommal riasztották, ehhez hasonló szabadban keletkezett tüzekhez. 20 ember megsérült, ketten pedig életüket vesztették olyan tüzek miatt, amelyek kerti gazégetésnek indultak. A leégett terület országosan 31100 focipályát tesz ki. A megyei adatok is döbbenetesek. Ez év első három hónapjában több mint 660 olyan szabadtéri tűz keletkezett itt a térségünkben, ahol szükséges volt a tűzoltóknak a beavatkozása. Több mint 1500 hektárnyi terület égett le. Az egyik legnagyobb szabadtéri tűz március elején pusztított Apagy külterületén ott 100 hektárnyi terület égett. Hiába volt tűzgyújtási tilalom, a feltehetően gondatlanságból keletkezett tüzek a száraz, szeles időben gyorsan és hatalmas területeken terjedtek el. A hosszú, aszályos időszakot követően a csapadék hatására a tilalmat április 1-től szinte minden megyében visszavonták. Szakemberek most arra hívják fel a figyelmet, hogy a tilalom feloldása nem jelenti azt, hogy kontrollálatlanul lehet égetni. Február 26-ától volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tűzgyújtási tilalom. Április 1-én már megjelentek a hivatalos közlemények, hogy megszűnt térségünkben is a tűzgyújtási tilalom. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor bármit és bármikor lehet égetni, hanem csak azt jelenti, hogy most már nem tilos az erdőkben, fásításokban, azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakó helyeken tüzet rakni, de továbbra sem lehet nádast, bozótost, területeket, tarlót, illetve kommunális hulladékot égetni. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, a kerti zöld hulladékot is csak ott szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat engedélyezi. A megyeszékhelyen például az év minden szakában tilos a kerti javar és hulladék égetése. Erről 2020 áprilisában született rendelet.